Péntek reggel a Belgrád horgos autópálya szakaszon egy dán rendszámtáblájú Citroen C4 típusú gépjármű sodródott le az útról. A szerencsétlenségben egy 40 éves nő életét vesztette, egy 7 éves gyerek, valamint egy kisbaba pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A személygépjárműben egyébként 7-en utaztak. A hatóságok nem sokkal ezelőtt fejezték be a helyszínelést, a sérülteket a közeli kórházba szállították, valamint a holttestet és a roncsot is nem sokkal ezelőtt elvitték. A helyszínelés után még mindig rendőr irányította a forgalmat az autópálya ezen szakaszán, ugyanis a szerencsétlenség során törmelék borította az úttest nagy részét. A két gyereket súlyos sérüléssel a szabadkai közkórházba szállították, ahol azonnal ellátásban részesültek. Devojčica od 7 godina koja ima ozbiljne povrede u predelu abdomena, u predelu ekstremiteta, koja će biti upućena na dalje lečenje na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. I imamo teže povrede konstatovane kod jedne bebe, zapravo kod jednog malog deteta koja ima povredu abdomena. Dijagnostika je u toku, misli se da je u pitanju povreda slezine i to dete će također biti upućeno u klinički centar Novi Sad na dalje lečenje. A tragédia pontos részleteiről információt nem szolgáltattak az illetékesek. A szerb közmédia értesülései szerint az autóban utazó család török származású volt.